cipőben érdemes, amit mi sneakeretek úgy hívjuk, hogy beater, az egy olyan cipő, hogy már biztos, hogy nem sajnálsz. Úgyhogy ez az első szempont. A második szempont szerintem, hogy védje a lábadat, tehát érdemes olyan felső részűt, ami ez egy kicsit vastagabb, hogy még van egy gumiorra, legyen kényelmes, hogy egész nap mászkálsz, egész nap bulizol, sőt egész éjszaka is. És ami még nagyon fontos, hogy utána könnyen ki tud mosni, vagy ha olyan, akkor könnyen ki tud dobni. Jó, akkor most kicsit körbejárjuk a szigetet, megmutatom nektek mindent, és utána, ha jól tudom, akkor lesz egy meglepetés, ugye? Igen. Úgyhogy ez a cip azért jobban meg fog védeni, és ha láttad a soundos videómat, ott három szempont szerint értékeltem egy cipőt, úgyhogy ez most már tiéd, és azt hiszem, hogy a nap végén a kényelem, a védelem és a kimoshatóság szempontjából te is értékelnéd ezt. Szuper, hát akkor most nagyon-nagyon le fogom tesztelni, minden sáron, árkon, pokron át fogok menni, és akkor majd a nap végén majd bemutatom, hogy mi lett ebből a cipőből. Kíváncsian várjuk! Szigetről, és ahogy láthattátok, elképesztő mennyire piszkos lett ez a cipő, a feketéből konkrétan szürke lett. Most megpróbálom kitisztítani, aztán holnap pedig elmondom a tapasztalataimat, illetve azt, hogy is sikerült a tisztítás. És ahogy ígértem, most akkor értékelni fogom a cipőt. Kényelem szempontjából azt tudnám elmondani, hogy a gumis rész az szuperül megtartja a lábat, szóval egyáltalán nem csúszott előre, nem bicsaklott ki a bokám, nem történt semmilyen baleset. Annyi volt, hogy egyetlen egyszer bekörcsölt a talpam, de ez nem is biztos, hogy a cipő miatt van, ez nagyon könnyen lehet, hogy egyszerűen azért, mert rengeteget ugráltam, úgyhogy összességében 4 pontot adnék. Védelem szempontjából azt kell mondanom, hogy sokkal-sokkal több piszokra számítottam a lábamon, mivel hát nem tudom hogyan, valahogy nem ment be a por a cipőbe, ami nálam nagyon sok plusz pont, szóval itt egyértelmű, hogy 5 pontot adnék, és a tisztítás volt az, amin a legeslegjobban meglepődtem, mivel láthattátok, hogy a fekete cipőből tegnap konkrétan már szürke volt a sok portól, és este kimostam egy kézimosással, vagyis hát egy gépben, egy kézimosó programmal, és olyan lett, mint az új. Nézzétek meg! Szóval, nem kérdés, hogy 5 pont.